Többen is említettétek, hogy ha használható, szabályozható hőmérsékletű, mégis kis forrasztópákát keresek, akkor vessek néhány pillantást a TS100-asra. Nos, itt is van. És végre nem egy szottyadt bubifóliás zacskóval kell kicsomagolni valamit, hanem egy egész esztétikus kis dobozkájával. Igaz, egy matricát sikerült az elejére bigyeszteni, ami kicsit elcsúfítja, de hát ettől tekintsünk el. A doboz hátoldalán néhány alapvető információt találunk a pákáról, na de nyissuk ki! A mágneses zárral rendelkező fedél belső felén a Just for Smaller felirat, nagyon remélem, hogy nem arra akar utalni, hogy egy gyerekjátékról van szó. Ami a pákát illeti, nem túl nagy, mint egy vastagabb toll. Ez éppen egy barnás bronzos kivitel, de szinte a szivárvány összes színében elérhető, szóval lehet válogatni. A doboz másik felében pedig további apróságokat rejtettek el. Egy igen fontos dolog, a páka hegye. A TS1-es modellt mellékelik hozzá alapból, de mint az ábra is mutatja, még 6 különfélét gyártanak hozzá, melyek külön kaphatóak. Alatta egy kínai és angol nyelvű felhasználási, illetve biztonsági útmutatót találunk, melyen egy szervizszám is szerepel. Ami arra enged következtetni, hogy nem egy tömeggyártott vacakról van szó. És egy kedves kis szöveg arra bíztat, hogy regisztráljuk a további infókért. Na, lássuk azt az oldalt. Az anyja. Ezek más dolgokat is gyártanak. Azt ugyan nem látom, hogy hol kéne regisztrálni, de a használati utasítást könnyedén le lehet tölteni, amit érdemes lehet átfutni használat előtt. Ha pedig tovább böngészünk, egyéb hasznos dolgokra bukkalhatunk, mint különféle szoftverfrissítések, vagy akár a páka kapcsolási rajza. De térjünk vissza a dobozkához. Egy földelő vezetéket is mellékeltek hozzá, mivel a páka alapból nem lesz földelt a DC csatlakozón keresztül. És mintha egy telefon dobozkájában kutakodnék, egy kis borítékban találunk egy páka állványt. Ami nem a mindennapi használatra lett kitalálva, de ha más nincs, akkor jó szolgálatot tehet. Ezen kívül tartozik még egy kis imbuszkulcs és két tartalék csavar is. Erre rögtön szükség is lesz, mivel össze kell állítani a pákát. Egy csavar meglazítása után a páka hegyét a helyére kell csúsztatni, majd a csavarral fixálni. A markolat végén található csavarral pedig a földelővezetéket tudjuk rögzíteni. Az eszköz nagyon könnyű, mindössze 33 g. A felső részén két gomb és egy monokróm OLED kijelző kapott helyet. A hátsó részén egy DC csatlakozót találunk, melyen keresztül táplálni tudjuk a pákát 12-24 voltos tartományban. Ennek megfelelően alakul a páka teljesítménye is. 24 volt mellett tudjuk elérni a maximális 65 watt teljesítményt, még 12 volt esetén csupán 17 watt. Felette találunk egy micro USB csatlakozót, melyen kizárólag a páka memóriájához tudunk hozzáférni, ezen keresztül nem üzemeltethetjük. A két oldalán a gyártó logóját, illetve a típus emblémáját látjuk. Ezek a jelek pedig arra utalnak, hogy az európai, az amerikai és a japán minőségi elvárásoknak is megfelel, illetve a 3-as érintésvédelmi osztályba sorolható, tehát tulajdonképpen nyalogatható is. Fontos dolog, hogy tápegységet nem mellékelnek hozzá, így arról nekünk kell gondoskodni. Viszont javasolnak hozzá egy külön megvásárolhatót, de én ezzel nem rendelkezem jelen pillanatban. Mivel 12 voltról is üzemel, egy autó akkúja is elegendő a működéshez, de én inkább egy kiszuperált laptop töltőit használom, mely a javasolt táp paramétereivel megegyezik. A táp csatlakoztatása után a kijelzőn a gyártó logóját látjuk, majd a páka programjának verzióját. Ha használni szeretnénk a pákát, meg kell nyomnunk az A gombot. Ha egy error feliratot látunk, az azt jelzi, hogy a páka hegye nincs megfelelően behelyezve. Amennyiben nem jelez hibát, már melegszik is a páka az alapbeállításként szereplő 300 Celsius fokra. A kijelzőn pedig folyamatosan az aktuális értéket láthatjuk. Ha meg szeretnénk adni egy hőmérsékletet, az egyik gombot hosszan megnyomjuk, és már is 10 fok pontossággal állíthatjuk 100 és 400 Celsius fok között.
Amikor a felfelé mutató nyilat látjuk a kijelzőn, a pálka melegszik, ha lefelé mutatót, akkor a pálka hűl. Ha pedig vízszintes, akkor a pálkát stabilan tartja egy hőmérsékleten. Miután ez bekövetkezett, a pálka 5-8 másodpercenként ellenőrzi a hegy hőmérsékletét és korrigálja szükség esetén. De lássuk, milyen gyorsan melegszik fel, mondjuk 300 Celsius fokra. Induláskor a szoba hőmérsékletét láthatjuk, és pont mire előkotorjuk az ónt és kitaláljuk, hogy mit szeretnénk forrasztani, már készen is áll a pálka, és még a hőfokot is pontosan kijelzi. A pálkán számos beállítást el tudunk végezni. Ha alvó üzemmódban a B gombot nyomjuk meg, az aktuális tápfeszültséget és hőfokot láthatjuk, majd a B hosszanti megnyomása után a pálka kalibrálja a hőmérsékletét. Az A gomb nyomkodásával lépkedhetünk a menüpontok között, az érték megváltoztatásához pedig vagy az A, vagy a B gombot hosszan meg kell nyomni. Az értékek pedig néhány másodperc után automatikusan mentésre kerülnek. De a fene se akar itt szórakozni vele, hisz erre van az USB csatlakozás. Ha csatlakoztatjuk egy számítógéphez, egy külső meghajtóként kezeli, és egy config file-t találunk rajta. Ebben az előbb a pálkán látott alapbeállításokat tudjuk módosítani, melyről részletes leírást találunk a felhasználói kézikönyvben. Mivel nyílt forráskódú a pálka, így akár magunk is írhatunk rá új programot. De egyszerűbb, ha neten böngészünk. A frissítéshez lenyomva kell tartani az A gombot, miközben az USB-t csatlakoztatjuk. Majd az eszközre másoljuk az új bin file-t, és kész is. Még egy érdekes dolog, mellyel egyedivé tehetjük a pálkát. Ki tudjuk cserélni a bekapcsoláskor megjelenő logót egyedire. Ehhez csak egy .bmp kiterjesztésű, vagyis bitmappa file-t vagy képet kell az eszközre másolni, és már is aláírtuk a készülékünket. Így viszont, hogy már kívülbelül körbejártuk, hát forrasztani is kéne vele. Mivel következő videóimban fogok még vele forrasztani, most csak néhány alkatrészt forrasztok ki, majd be vele egy próbanyákra. Az igazán nagy kihívást a pálkának sohasem a kis ellenálláslábak, hanem sokkal inkább a nagyobb alkatrészek vagy hűtőbordák okozzák. De ez a pálka könnyen veszi az akadályokat. Beültetésnél a pontos hőfokszabályzás kulcsfontosságú lehet, különösen SMD alkatrészek esetén. De ezek forrasztására, akárcsak vezetékek kónozására egyaránt alkalmas. Tollhoz hasonló kialakításából adódóan nagyon könnyű vele bánni és precízen forrasztani. Kis méretének és alacsony feszültségről való üzemeltethetőségének köszönhetően pedig könnyen hordozható és akár az autóban is könnyen alkalmazhatjuk. Persze nem vezetés közben. Egyedüli hátránya talán az ára. Mivel egy forrasztóállomás árával vetekszik, de végül is mindkettőnek megvan a maga előnye ezért a pénzért. Mindenesetre bátran merem ajánlani ezt a pálkát, mert számomra szimpi kis szerkentyű, és a szép dobozának köszönhetően akár még ajándékba is jó lehet. Köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, ha esetleg megtetszett ez a pálka, akkor találtok róla egy linket a leírásban, ha még nem tettétek meg, iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk legközelebb. Sziasztok!